Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a hazai vasút 6. korszakával fogok foglalkozni, és elmondom a véleményemet arról, hogy miért gondolom azt, hogy messze ez a legproblematikusabb korszak, főleg a vasútmodellezők szemszögéből. Kezdjük az elején. A közmegegyezés szerint 2006-tól kezdődik a 6. korszak a magyar vasúton. Ez egybevág a MÁV-START megalakulásával, ami ennek az évnek az októberében volt. A start megalakulása előtti első változás a vasúti kocsik tekintetében azonban már korábban kezdődött el, a Haberstatti kocsik érkezésükkor már H-kötőjel MÁV feliratot kaptak. 2006-ban kezdték el továbbá a korábbi osztályi megjelöléseket is lecserélni az újabbakra. Ez a folyamat 2008-2009-ig tartott, jelentős átfedés volt, mert a legtöbb kocsi a fővizsgája alkalmával kapta meg az új jelölést, illetve a start feliratokat. A start feliratokat viszont már korábban is elkezdték cserélgetni, így 2006 év végétől teljesen random módon kerültek fel a járművekre, különböző matricás technikákkal. A következő nagy változás a trakció megalakulása volt 2008-ban. Igen, több mint egy évvel később. A mozdonyokra ekkor kezdtek el felkerülni a H-MÁV-TR feliratok. Természetesen itt is szépen lassan, így még 2008 végén, sőt 2009-ben is akadtak sima MÁV felirattal közlekedő gépek. Ha jól emlékszem, valamelyik igaz lehetett az utolsó mohikám. 2008-tól a személykocsik oldalain elkezdtek feltűnni az újdonsült start logók is. Közben ekkor még ugye volt olyan kocsi is, ami sima mezei MÁV felirattal és régi osztályjelöléssel futott. A vontató járművek feliratozása mondhatjuk úgy, hogy 2011-ig változatlan volt, ekkortól viszont már az új 12 jegyű UIC pályaszámmal kellett az oldalokon közlekedniük. Így minden vontató jármű átszámozódott 2011 után. A 1047-ből lett a 470-es, a V43-asból 430-as, a flirtöknél pedig az 5341-esből 415-ös. Ne kérdezzétek a logikát mögötte. Természetesen ez sem egyik napról a másikra történt meg, legalább 2 évig még vegyesen jártak a gépek, bizony van olyan 2013-as fényképem, ahol a flirtön még mindig a régi pályaszám található. Ha azt gondolnánk, hogy ennyi volt, akkor hatalmasat tévedünk. 2014. január 1-ével beolvasztották a trakciót a startba. Így az összes mozdonyon elkezdték lecserélni a trakciós feliratot startra. Itt emlékszerim szerint már gyorsabban történtek a dolgok, 2014 nyarára már csak néhány mozdonyon maradt MÁV-TR felirat, természetesen a traxok oldalán az a jó nagy MÁV-trakció felirat, ami ugye nem a pályaszámhoz tartozik, a mai napig ott virít, ugye egy olyan céget reklámoz, ami gyakorlatilag már nincs. Hogy feltegyük az íra a pontot, szerintem mindenképpen meg kell említeni még a szinter változásokat. Tekintsünk el a papagáj és a círmos szintervtől és a szürke 60-ig kocsiktól. Apró dolgokat leszámítva szerintem ki lehet jelenteni, hogy a szabvány MÁV szinter 1979-től volt a domináns a magyar vasúton. Minden ehhez igazodott. A Haberstatti kocsik törték meg először a sort, ugye a piros menta színükkel érkeztek, azonban ott eleve terben volt az, hogy szépen bemávosítják őket, megkapják a klasszikus kék színtervet. Így az évek során gyakorlatilag szerintem ilyen 2011-2013 környékére mindegyik szépen bekékült. Természetesen nem a standard kék gúnyát kapták meg, hanem megtartották a német kocsikon, a német szinternél található felső fehér csíkot is. A motorvonatok terén is volt ugye változás, először ugye még a Siemens Desirók érkeztek ezzel a DB-s német színtervvel, illetve ehhez igazították aztán később a talenteket és a flirtöket is, szintén piros színnel, ami ugye egy kicsit furcsa volt, mert hát villamos járművek tekintetében ugye a kék szín volt domináns, kék színű volt például a BDV-mot is. További érdekességként érdemes megemlíteni még 2008-ban, az elkészült 10 darab 3G IC kocsit, amihez sikerült egy semmihez nem illő dizájnt csinálni. Abszolút mindenfajta sorból kilógtak, annyi volt a közük ugye a mávos színtervhez, hogy ugye egy kék alapszínen volt a fehér csík, de a kocsi végeknél egy ilyen rettentő, borzasztó lecsapás volt, az ablakok között megjelent ez a feketére színezett sáv, úgyhogy ez is megint csak egy ilyen kakuktojás lett. 2013-tól aztán a gyorsvonati, majd IC kocsikon is elkezdték alkalmazni a Haberstatti kocsiknál már látott megoldást, és fent egy fehér csíkot futtattak végig, valamint az oldalsó csíkot a kocsi homlokfaláig húzták. Ugye ezek a úgynevezett arculatjavításon átesett BP kocsik, illetve ugye a győri kocsikból lettek klasszikusan ilyen arculatjavított járművek. Aztán, hogy föltegyük még az íre a további pontokat, az IC+ programmal egy teljesen új festési mintát dolgoztak ki. Ez aztán 2016-tól nem csak az új IC+ kocsikon jelent meg, hanem elkezdték a följavított CAF, illetve DVA kocsikat is átöltöztetni ebbe a színbe. Ugye az volt a mondás, hogy a nemzetközi járművek színe ez lesz az új arculat. Nekem ez az új arculat egy kicsit így a csehvasutak nagy BRT, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, szín mintázatára emlékeztet, nagyon hasonló színekkel. Igazándiból nem annyira vészes, de nem tudom, minek kellett behozni egy 625. féle variációt, amikor lehetett volna folytatni a hagyományos dolgokat, vagy esetleg vissza lehetett volna nyúlni egy kicsit korábbi színvilághoz is. Érdemes megemlíteni még az újonnan érkezett flörtöket is, hiszen azok a járművek, amik ugye az új eresztéssel jöttek 2015-től, már nem a régi piros színt kapták meg, hanem egy új kék szint. Természetesen nem az IC pluszos színekre kell itt gondolni, hanem egy kicsit valami hibridre a régi MÁV és az IC plusz között. Na most megjöttek ezek az új flirtök, ezután elkezdték átfényezni a talenteket, erre a dizájnra elkezdték átfényezni az usgyikat, és még BDV-mot is kapott ilyen színezést. Úgy tűnik, hogy ezek lesznek a belföldi járműveknek a színei a jövőben. Ezt a festési mintát kapta egyébként a KISS motorvonat is. Úgyhogy van egy hagyományos MÁV, van egy IC pluszos színezés, és van a motorvonatokra külön egy színezés. Nagyon jó, ha háromfajta ilyen verziónál tartunk most így per pillanat. Én nem mennék bele jobban a részletekben, de szerintem így is látszik, hogy mennyire sok dolog történt a járművek feliratozásával és festésével 2006 óta. Modellező legyen a talpán, aki ezt le tudja követni az otthoni gyűjteményében vagy a terepasztalon. Szerintem megkockáztatom, lehetetlen. Nem csak a fogyasztói oldalon van a gond, hanem a gyártóin is. Ilyen változások közepette, és látva a modellgyártók tempóját, nem csoda, hogy hatalmas lyukak vannak a palettán. Nincs például startos szergely, traxból sincs startos, flirtből sincs startos, nem láttuk még kék flirtöt, és lehetne folytatni a sort további járművekkel. Érdemes megnézni a jobb felső sarokban a kihagyott zicseres videót, ott nagyjából felsorolom azokat, hogy így milyen lyukak keletkeztek így az utóbbi években a modellek tekintetében. És akkor kontrasztnak álljon itt pár gondolat. Mi változott a 4. és 5. korszak között? Tényleg, 89 és 91 között. Mi az, ami változott? Lekerült a mozdonyok elejéről a csillag. Ennyi. A feliratozás, a festés, minden maradt a régi. Csak a mozdony elejéről lekerült a vörös csillag. Ennyi. Megpróbáltam összeszedni, hogy az 5. korszakban mi változott. 91-től sötét főkelettel fényezték a mozdonyokat, és az évtized közepétől a gyorsvonati kocsik oldalán az acát szürke sávban a feliratok kék színűek lettek. Ha leszámítjuk a néhány különleges járművet, mint a patkányszilit és a szürke BHV-kat, illetve a BDV-mot IC motorvonatot, akkor megállapíthatjuk, hogy nem nagyon voltak egetrengető változások. Egy mezei BY kocsi pont úgy nézett ki 1991-ben, mint 2006-ban. Sőt, hogyha a tetőszínét leszámítjuk, akkor mondhattam volna 81-et is. Egy ilyen kocsit berakhatok egy vörös csillagos V43 mögé, és egy mávos 1047-es mögé is. A 6. korszakban meg nem lehet egymás mellé tenni egy Acme 01-es Traxot a Launch-Liren kocsikkal, mert mire utóbbi megérkezett, már startos volt az összes Trax. Na hát erre mondják szerintem azt, hogy egy agyrém gyakorlatilag. Hát ennél jobban nem szeretnék tényleg belemenni a témába, még lehetne szerintem 1000 millióféle változást, illetve kis apróságot felsorolni. Ha gondoljátok, akkor a komment szekcióba írjátok le ezeket, írjátok le ti is tapasztalataitokat, illetve azt, hogy szerintetek is tényleg ennyire bonyolult és kaotikus-e a 6. korszak a Magyar Vasút tekintetében, ilyen modellezői szemszögből. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek. Sziasztok!